Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Átadták az év civil szervezeteinek elismerését. 20 ágazatot és 40 szakmai kimenetet kínál a Tolna megyei szakképzési centrum. Keresztény üldözés napjainkban. A jelek szerint kedvező évük lesz a borászoknak. A Tolna megyei önkormányzat 2007 óta a civilek napja alkalmával adja át az év civil szervezete elismerő címet, illetve a Bazsonyi aranydíjat a legtevékenyebb közösségeknek. Az idei ünnepség kapcsán a felszólalók arról beszéltek, hogy a civilek olyan feladatokat látnak el, melyek jelentős részére sem az államnak, sem az önkormányzatoknak nincs kapacitása. Az idei rendezvény díszvendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A civilségről szólva azt mondta, 32 évvel ezelőtt a rendszerváltás idején Magyarország a demokratikus utat választotta, amihez szorosan hozzátartoznak a civilek is, akik tevékenységükkel számos olyan űrt töltenek be, melyet az államgépezet nem képes ellátni. Az állam nem kíván és nem is tud minden feladatot ellátni, ezért a civil szféra segítségére van szükség, az összefogásra van szükség ahhoz, hogy a kultúrában, oktatásban, sportban, hagyományőrzésben, szociálpolitikában, egészségügyben azokat az űröket, amiket esetlegesen az állam, az önkormányzatok nem tudnak betölteni, azt a civil szervezetek közösen töltsék be. A civil szervezetekben olyan emberek működnek közös célokért együtt, amelyeket ők önkéntesen választottak meg, nem felülről jött utasításokat hajtanak végre, hanem önként vállalták ezt a feladatot, és ezért nekünk mindenképpen ezt meg kell köszönnünk, el kell ismernünk, illetve valamilyen módon támogatnunk kell. A támogatás nem elsősorban pénzt jelent, néha azért anyagi forrást is, de jelent egy jó szót, jelent egy segítő jó szándékot, jelenti azt, hogy az önkormányzatok, illetve az állami szféra, maga a kormány is ezeket a szervezeteket évről évre elismeri. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, megszámlálhatatlan értéke van Tolna megyének, melyek a civilek munkájának köszönhetően működik. A karitatív tevékenységtől a kulturális értékek megőrzéséig széles a paletta. Amikor beszélgettünk velük, akkor általában mindig szó kerül arról, hogy hogyan tudunk együttműködni. Az együttműködéshez nyilván alapvetően szándék és szellemi erő kell, másodszorban pedig azért finanszírozás lenne az, ami jó lenne. Nyilván nem nagy összegekről beszélek, hanem arról, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy valami központi lehetőséget nyújtani ezekhez a programokhoz, mert nagyon-nagyon sok érték van, amit jelképesen természetesen, és nem a honorárium jelleggel, hanem a megtisztelő jelleggel kellene adnunk azért, hogy érezzék, hogy nagyon fontosak ők számunkra és a megye számára is. Az idei esztendőben díjat vehetett át a Görkönyi Hagyományőrző Egyesület, akik 25 esztendeje dolgoznak a település hagyományainak tovább örökítésén. Díjat kapott a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjtemény alapítvány, akik gyűjteményükből önálló múzeumot hoztak létre, mely a helytörténet és az óvodatörténet relikviáit mutatja meg a településre érkezőknek. És a Dunaföldvári Dunatúra Egyesület is, akik kiemelkedő munkát végeztek a város természeti és kulturális értékeinek védelmében. Dunaföldváron elég nagy számú civil egyesület van, és talán most már egyre inkább közös együttműködések is vannak.
de természetesen szerintem minden város és településnek fontos, hogy minél több civil tegyen az ő közvetlen környezetéért, és aztán a távlati környezetéért is. Mindig ad egy lendületet nyilván az, hogy valami sikeres volt, és sikerült megvalósítanunk, és látunk esetleg örömöt azoknak az embereknek a szemében, akiknek esetleg ezt felkínáltuk, hogy itt van, megcsináltuk, és élvezzétek, és használjátok. Természetesen, biztosan így van, és azért azt gondolom, hogy a munkánkat 2 évvel ezelőtt egy kis Dunaföldvár kultúrájáért díjjal megtámogatta az önkormányzat, ami szintén egy löket volt számunkra, hogy jót végzünk, és jó fele haladunk, és amellett, hogy elindultunk egy túrázásból, és csak az volt a lényeg, hogy mi jól érezzük magunkat az elején, és együtt tudjunk mozogni. Ahhoz képest most már egy-egy túránkon annyi embert mozgatunk meg, hogy még mi is elcsodálkozunk rajta. A Bazsonyi Arany mecénás díjat ebben az esztendőben Szabó Balázs, az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi bolthálózat szekszárdi igazgatója vehette át. Sokszor nem a céget képviseltem, saját magamat. De azt gondolom, hogy az embernek ez benne a vérében. Tehát, hogy nem is gondolkodok én, pont az előbb a kolléganőnek mondtam, hogy én nem mondok nemet senkinek, hanem azt nézem, hogy tudjak segíteni. A Jóisten mindig X-re játszik, és biztos vagyok benne, hogy amit én adok, annak nagyon nagy szüksége van valakinek. És azt én a Jóistentől százszorosan visszakapom, soha nem gondolkodok azon, hogy segítsek vagy ne segítsek. Tolna megye önkormányzata az elmúlt 15 évben 50 közösséget és 15 mecénást ismert el a civilek napi alkalmából megrendezett év Tolna megyei civil szervezetek állán. Az érettségizőknek nyújt számtalan lehetőséget a Tolna megyei szakképzési centrum. A megye 6 városában 8 iskola tartozik az intézményhez, ahol az érettségire épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak az érdeklődők, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. Csapó Gábor főigazgató elmondása szerint összesen 20 ágazat és 40 szakmai kimenet szerepel az iskolák kínálatában. Közeledik az érettségi és a felsőoktatási felvételi jelentkezések határideje. A Tolna megyei szakképzési centrum a most végzős diákoknak nyújt tovább tanulási lehetőséget. Az intézményhez a megye 6 városában 8 iskola tartozik. Az érdeklődők többek között az érettségre épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. 20 ágazatban mintegy 40 szakmai kimenettel kínáljuk a szakmáinkat. Ami a szakképzőiskolát illeti. A szakképzőiskolai palettánkon olyan képzések szerepelnek, amelyek piacképesek, és amelynek révén könnyedén el tudnak helyezkedni a tanulók a munkaerőpiacon. Másrészt nagyon fontosnak gondolom, hogy ezek a képzések ingyenesek. Az új szakképzési rendszerben a 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése ingyenes. Ezen kívül nagyon vonzó tud lenni az, hogy a képzés első szakaszában ösztöndíjat kapnak a tanulók, majd ezt követően a duális szakaszba kilépve szakképzési munkaszerződés váltja föl mindezt. Ennek az összege akár 100 000 forintra is tud rúgni havonta. Ha a tanuló sikeresen leteszi a szakmai vizsgáját, és el kíván helyezkedni, akkor pályakezdési támogatásban részesülhet, amelyek az összege akár a vizsga eredményétől függően akár 300 000 forint is lehet. Akik technikumban kívánnak tovább tanulni, a sor vonzó lehetőségen kívül talán a legvonzóbb az, hogy a szakmai érettségiük, a szakmai vizsgájuk emelt szintű érettségének fog megfelelni, és ezáltal könnyedén vagy könnyebben jutnak be a felsőfokú intézményekbe. Tamásiban a Vályi Péter szakképző iskola és kollégium 3 féle alternatívát kínál a középiskola elvégzését követően, mondja az igazgató. Az egyik a technikumi kereskedő és webáruházi technikus, a másik pedig a szakképző iskolai gépészet ágazatbeli hegesztő szakma, illetve építőipar ágazatbeli köműves szakmai oktatás. Mind a 3 alternatíváról azt kell mondani és tudni, hogy 2 éves szakmai oktatás, ahol az első
másfél évben. Ágazati alapoktatás történik csak és kizárólag szakképző intézményünkben. Nagyon-nagyon tudom ajánlani azoknak az érettségizőknek a figyelmébe, akik nem felsőoktatási intézményben képzelik el pályafutásokat, hanem szakmát kívánnak szerezni, hiszen már az első fél évben is szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek. Ez jelenleg 8000 forint per hó juttatásnak felel meg. Ezt követően pedig másfél éven keresztül a szakirányú oktatási szakasz történik, ahol a duális képzőpartnereknél, tehát valós vállalati környezetben tudnak tanulni és szakmai ismereteket elsajátítani. Milyen formákat kínálunk a minket választóknak jövőre? Kereskedő és webáruházi technikust. Azt gondolom, hogy szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a kereskedelem ágazatnak 20 évre visszanyúló története van a Váiban, ezért egy nagyon korszerűen felszerelt tamboltal rendelkezünk a Rákóczi utca 21 szám alatt. Minden, ami tulajdonképpen egy modern kereskedelmi egység működtetéséhez kell, az megtalálható a tamboltban. Gondolok itt áruvédelmi rendszerekre, tehát lopásgátló kapuval rendelkezünk, informatikai szoftver segíti a napi működést. Ezen kívül számos szemléltető eszközünk van a tamboltban, élelmiszer, vegyi járó műszaki cikkek, ruházati cikkek, de gondolhatunk egyszerűen egy érintőképernyős kódrendszerű pénztárgépre is, tehát mindenféle tárgyi feltételrendszer adott ehhez a kereskedő és webáruházi technikusi képzéshez, és a szakmai tudással is rendelkezünk, hiszen amikor a szakképzési struktúraváltás megkezdődött az előző tanévben, akkor mi már belevágtunk ebbe a technikusi oktatásba, és jelenleg van egy végzős osztályunk. Egy kiemelt jelentőségű duális képzőpartnerünk van helyi vállalkozás keretében itt Tamásiban, akinél a szakirányú oktatás folytatódhat ebben a szakmai oktatási formában. Azoknak is lehetőséget kínál az iskola, akik a hagyományos kétkezi szakmák iránt érdeklődnek. Elmondhatom, hogy a Váiban a gépészet ágazatban a hegesztőképzéshez rendelkezünk megfelelő tárgyi és humán erőforrással, valamint az építőipar ágazatban, a köműves szakmában is, úgyhogy innen is és ezúton is sikeres érettségit kívánok mindazoknak, akik előtt ez áll, ez a megmérettetés, és remélem, hogy minél több embert a tévénézők közül körünkben köszönhetünk a 2022-23-as tanévben a Váiban. Tájékozódni tudnak egyrésztről a centrum honlapján, a tmsc.hu honlapon, ahol egy sor lehetőséget felsorolunk számukra. Másrésztről érdemes megnézni a szakképzés.ikk.hu honlapot, ahol a tájékoztató füzetet az alapszakmákról érdemes letölteni, és abban a teljes paletta látható, hogy mit lehet tanulni a mai magyar szakképzésben. Napjainkban is 360 millió keresztényt üldöznek hitük miatt szerte a világon. Fogalmazott Azbej Trisztán, a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. A Hungary Helps program révén már mintegy 500 000 embernek segítettek a szülőföldjükre visszatérni. Megítélése szerint a problémát helyben kell megoldani, és nem a bajba jutottakat kell Európába hozni. Keleten és tőlünk délre keresztény embereket gyilkolnak, napi szinten átlagosan 12-13-at. A keresztény üldözés a jelenlegi legsúlyosabb emberjogi válság, jelentette ki Azbej Trisztán, az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkár. Az a küldetésünk, hogy ezeket az embereket megvédjük, illetőleg óvjuk Magyarországot azoktól az eszméktől és szervezetektől, akik üldözik szerte a világban a keresztény hit követőit. A mi hozzáállásunk az az, hogy nem a bajt kell Magyarországra hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Megvédjük Magyarországot, ez szolgálja minden olyan intézkedés, amivel megállítottuk a migrációt az elmúlt időszakban. Ugyanakkor a gyökérokokat is kell kezelni, és a válaszunk a világ problémáira nem merülhet ki abban, hogy egy kerítést építünk, ezért indította a magyar kormány a Hungary Helps programot. Ez egy nemzetközi segítségnyújtási program, amivel odavisszük a humanitárius segítséget, ahol emberek üldöztetéssel néznek szembe, ahol embereket fegyveres konfliktusok sújtják. A Hungary Helps mozgalom az elmúlt 5 esztendőben közel 500 000 ember számára tudott segítséget nyújtani a Közel-Keleten, Közép-Európában és Afrikában.
Ez egyrészt mutatja a magyar embereknek a nagyvonalúságát, hogy keresztényeket és más szenvedő embereket segítünk, másrészt pedig a magyar emberek érdekét is szolgálja, hiszen több mint 500 000 ember esetében lehetővé tettük, hogy a szülőföldön maradást válasszák a migráció, az európai irányú migráció helyett. Hosszú távon az az egyik fő stratégiai elképzelésünk, hogy például a Közel-Keleten, ahol a fegyveres ütközetek és konfliktusok már elkezdtek csillapodni, a közösségeknek a tartós megmaradását szolgáljuk, segítsük azokat az intézményeket működtetni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tömegek ott tudjanak maradni. Ugyanakkor mindezzel együtt Afrika felé kell fordulnunk, mert a véres keresztény üldözés az ott kezdett most egyre súlyosabb helyzetet teremteni. A humanitárius segítségnyújtás azt akarja, mondja az államtitkár, hogy ahol támadás ér egy közösséget, oda a lehető leggyorsabban életmentő csomagok érkezzenek. Élelmiszerekkel, takarókkal, gyógyszerekkel. Olyan háborús területeken, mint Irak és Szíria, nem csak lakóépületeket, iskolákat, templomokat építettek újjá a helyi közösségek a magyar emberek adományából a Hungary Health Programon keresztül, hanem Irakban például több települést is. Szíriában ennek az egyik látványos eredménye, hogy 3 héttel ezelőtt jártam egy olyan városban, ez Homsnak hívják, amit a háborúban elpusztítottak, az épületek gyakorlatilag megsemmisültek, magyar támogatással újjáépítettek több százat, és több száz olyan szíriai keresztény család van, amelyik már menekült táborokból tért vissza a szülőföldjére. Az az egyik fő stratégiai elképzelésünk, hogy például a Közel-Keleten, ahol a fegyveres ütközetek és konfliktusok már elkezdtek csillapodni, a közösségeknek a tartós megmaradását szolgáljuk, segítsük azokat az intézményeket működtetni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tömegek ott tudjanak maradni. Ugyanakkor mindezzel együtt Afrika felé kell fordulnunk, mert a véres keresztény üldözés az ott kezdett most egyre súlyosabb helyzetet teremteni. Afrikának a népessége az ugrásszerűen növekszik. Néhány évtizeden belül még 1 milliárd emberrel többen fognak élni Afrikában. Hogyha Magyarországnak a példáját nem követi Európa és a nyugati világ nagy része, és nem segít ezeknek a közösségeknek a helyben való életnek a megteremtésében, akkor ezek a tömegek el fognak indulni Európa irányába. A Közel-Keleten a keresztény népesség aránya riasztóan csökken, mondja Azbej Trisztán. Irakban 1,5 évtizeddel ezelőtt 1,5 millió keresztény élt, és ez a szám mára addig több mint 200 000 főre csökkent. A Hungary Helps költségvetése átlagosan 5 milliárd forint körül mozog, de mi nem egy költségvetéshez szabjuk a támogatásokat, hanem a felmerülő igényekhez, tette hozzá az államtitkár. Az eddigi jelek arra utalnak, hogy jó évük lesz a borászoknak. Ez derült ki a Szekszárdi Diszenti Dezső kertbarát kör hagyományos szőlővesszővágásán. Az ilyenkor lemetszett ágból a néphagyomány szerint meg lehet állapítani, hogy érte valamilyen károsodás a szőlőtőkéket. A későbbi rügyekből pedig úgy tartják, azt lehet megjósolni, milyen termés várható az adott évben. Hogy nagyon gyönyörű, szép zöld, tehát itt semmilyen gond nincsen a szőlővel, érett, beérett a vessző. Vince napi vesszővágással vette kezdetét az idén 45 éves Diszenti Dezső kertbarát körbor ünnepe Szekszárdon, az Istifán Gödrei pince soron. A tradíció szerint ilyenkor a gazdák lemetszenek egy szőlővesszőt és megvágják azt. Utóbbi ezt követően egy vízzel töltött edénybe kerül, később a kihajtó rügyek alapján pedig további következtetéseket vonhatnak le a gazdák. Egy hagyományos Vince napi borünnepre jöttünk össze, ami nálunk a kékfrankos ünnepe. És nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan itt vagyunk, illetve ilyen gyönyörű időben köszönhetjük Vince napot. A vesző jóslat szerint egy nagyon jó év várható. Tavaly ugyanezt mondtuk el 2021-ben, hát reméljük, hogy ez most is megvalósul. Hát nem lesz annyira jó rendkívüli, mint a tavalyi, mert azért nagyon sok gondunk volt, azért a jó minőség mellett aszálykár volt, nagyon komoly aszálykárunk volt, hűvös idő, tehát volt minden, ami nem kívánatos, de a végére hál' Istennek a végtermék az jó minőség. Éppen most kóstoljuk majd meg a tavalyi kékfrankosokat. Nyitja az úr előtted gazdag kincses házát, az eget, és esőt ad a földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját.
Az esemény egyik elmaradhatatlan része a vesző megáldása. Valahol az mutatkozik meg ebben, ami a természetben is tapasztalható, hogy az ember kevés arra, hogy a természet erőjét úgy szelídítse meg, hogy az őt is táplálja, és a békesség is megmaradjon. Az Úristen áldását kérni jövünk ilyenkor mindig egybe. Hogy amióta itt vagyok Szekszárdon, 2012. decemberétől szolgálok itt, és 2013. januárjában már itt szolgáltam a kertbarátok között igével. Ferenc Vilmos elmondta azt is, hogy az utóbbi időben rendkívül szeszélyessé, kiszámíthatatlanná vált az időjárás, ami a szőlőt sem kíméli. Hát mindegy, az emberek is nehezen tudnak alkalmazkodni, a növények is nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni. Épp ezért ma erről volt szó, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Tehát milyen lehetőségeink vannak, mert a természet, amit adott, az az egy dolog. Itt nagyon sok lehetőségünk van, például megfelelő fajta választás, megfelelő termőhely, tehát hova telepítem a szőlőt, megfelelő növényvédelmi ellátás, megfelelő metszésmódok, művelésmódok. Tehát ebbe tudunk javítani, és mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a szőlő érdekében olyan munkákat végzünk, ami mindenképpen előnyére válik, akkor valószínűleg a végtermék is jó lesz. Mindezek mellett a Kertbarátkör ezévi tervei, programjai többek között a jubileum jegyében fognak zajlani, mondja az elnök. 45 évesek vagyunk, ami azt hiszem az ember életében se kevés, már kellőképpen felnőtté váltunk, és erre az évre nagyon sok olyan ünnepi programot szervezünk, tehát a hagyományos rendezvényeink mellett, tehát a Vince nap lesz a borversenyünk, meccési bemutatónk, akkor Orbán nap, Márton nap, tehát ez a szokásos ünnepeinket megtartjuk természetesen. Ezen kívül nagyon fontos számunkra mindig olyan jellegű előadások, ami a szőlőtermesztéshez kimondottan kötődik, illetve a borászathoz, a borok kezelése, javítása, szőlőtermesztésben a növényvédelem, tervkészítés, a tápanyaggazdálkodás, tehát minden olyan jellegű munkáról lesz előadásunk, sőt ebben az évben egy óriási nagy feladatot kaptunk, hogy megkaptuk annak a rendezési jogát, amit minden évben egyszer tart meg az Országos Kertbarátok Szövetsége, egy országos háromnapos képzést Szekszárdon fogunk tartani Magyarország összes kertbarátkör elnökének. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!